Augusztusban távozott posztjáról a református gyülekezet lelkipásztora Simon Norbert. Ő Békés megyében folytatja pályafutását, helyére viszonylag rövid időn belül érkezett Sági Endre lelkész. A következő negyed órában a velük folytatott beszélgetést vetítjük. Október eleje óta új református lelkészt üdvözölhetünk Bábolnán és természetesen Banán. Ön az, aki Simon Norbertet távozása után kisvártatva váltotta. Meg szeretnénk ismertetni a helyi tévénézőkkel önt is. Honnét érkezett, és miért önt helyezték, vagy pedig ön maga választotta ezt a helyszínt a hivatása gyakorlásául? Hát én messziről érkeztem. A Nagyalföldről, a Nagyalföld egyik nagyvárosából, Debrecenbe. Érkeztem ide a Kisalföldre, egy kis faluba, illetve egy kis városba. Nem kényszerített senki, önként döntöttem úgy, hogy levegőváltozásra van szükségem, fizikai és lelki értelemben egyaránt, és kerestem a helyet. Az ország több pontján is egyébként, és innen érkezett az értesítés, hogy üresedés van a Banabábolnai Egyházközségben. És megragadva ezt az alkalmat, ide költöztem. Ebben közrejátszott az is, hogy a lányomék nem messze Tatán élnek. Azért gondolom nem volt kis döntés egy nagyvárosból kis településre jönni. Egyébként korábban mindig is nagyvárosban lakott, vagy pedig azért ön is egy kisebb településről, kisebb faluból indult el valaha? Hát úgy szoktam mondani, hogy én vagyok az a Sági, aki nagykunsági. Úgyhogy én Szolnok megyéből származom, egy kisvárosból, Tiszaföldvárról, ott töltöttem gyermek és ifjúkoromat. Aztán a tanulmányaimat már Debrecenben végeztem, majd pedig Békés megyei évek következtek. És Békés megyében voltam falusi lelkész, kisvárosi lelkész, és Orosháza után következett ismét Debrecen, ahol pedig nagyvárosi lelkészként tevékenykedtem. Ön esetében már gyermekkorában egyértelmű volt, hogy a lelkészi hivatást válassza, tehát hogy egyházi úton folytatja az életét? Abszolút nem. Az én szüleim nagyon tisztességesen, becsületesen neveltek, de vallási kérdésekről nem volt szó. A tágabb családban sem. Úgyhogy én 17 éves voltam, amikor egy felső hang arra indított, hogy a lakásunkhoz legközelebb eső templomba menjek el. Fogalmam se volt még akkor, hogy mi a különbség a katolikus, református, evangélikus vallás között. És mivel a katolikus templom volt a házunkhoz a legközelebb, körülbelül 150 méterre, én oda mentem át, beültem egy misére, és ezt többször is megtettem. És úgy éreztem, hogy ez jót tesz nekem. Mert csendesen hallgattam, hogy mi hangzik el, aztán a plébános úrral több alkalommal is beszélgettünk, és ez volt az első lépés azon az úton, amelynek a végén aztán eldőlt, hogy akkor én a lelkészi hivatást választom. Tehát addig még el kellett telnie néhány évnek, én más pályára készültem eredetileg, de mindig értek egyházi hatások, elsősorban hívő fiatalok részéről. És aztán ez lassan érlelődött bennem, rájöttem, hogy az a pálya, amit én magamnak kigondoltam, és amivel próbálkoztam, az nem nekem való, és aztán rátaláltam arra az útra, amit azóta is járok. Ahogy említette, ugye ezen a pályán több helyszínen, helységben is megfordult, főleg ugye az alföldi régióban. Gondolom, hogy azért sokféle embert, embertípust megismert.
mennyiben különbözik például az az embertípus, aki az Alföldön él azon a részen, mint aki mondjuk itt a Kisalföldön, hiszen most már kezdi megismerni az itt élőket is. És itt nem negatív dolgokra gondolok, hanem ez nyilvánvaló, hogy azért az a lakóhely sok esetben az életstílust is megkülönbözteti egymástól. Annak idején figyelmeztettek, hogy ne várjam el azt, ami a Tiszántúlon sokfelé jellemző, nem mindenfelé, hogy a lelkésznek nagy tekintélye van. Hogy itt öntudatosabbak az emberek, és elfogadnak tanácsokat, de azt igyekezzen az ember megfelelően becsomagolni, és hát kellő alázattal közvetíteni. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó tanács volt, és az itt eltöltött 6 hét alatt is látom ennek a jeleit. Tájékozódom, tehát úgy vagyok, mint annak idején Vincenti Bíboros úr, amikor kijött a börtönből, hogy most még tájékozódom. Hát én is így vagyok, igyekszem megismerni az embereket, és hát megtalálni velük a hangot. Mik lehetnek az ön céljai itt, hiszen azt én is tudom, hogy ahonnét ön jött, ott azért sokkal nagyobb református közösségek élnek. Errefelé talán a katolikus egyház, aki népesebb tábor tudhat maga mögött. Mik lehetnek itt most a célok? Mekkora egyébként ez a gyülekezet ahhoz képest, amit korábban ön vezetett? Én kis gyülekezetekben szolgáltam egyébként. Biharugrán és Körösnagyhalsányban is, Orosházán is és Debrecenben is. Debrecenben egy új gyülekezetet szervezhettem, de az is kicsi volt, amikor eljöttem. Körülbelül akkora, mint az itteni. Tehát egy ilyen, hát a választói névjegyzéket alapul véve egy ilyen 150-160 fő, de a templomba járók számát tekintve ez csak 20 és 30 között mozog. Konfúciusnak van egy bölcsessége, hogy kicsit még távol keletebbre tekintsük, ő azt mondja, és ezt a tanácsot bárhol, azt hiszem, jól lehet alkalmazni, hogy az ember ne akarjon gyors eredményeket, és ne foglalkozzon a jelentéktelen haszonnal. Mert ha gyors eredményeket akar, akkor nem jut messzire, ha pedig a jelentéktelen haszonnal törődik, akkor nem visz végbe nagy dolgokat. Ez egy, azt gondolom, egy nagyon jó iránytű, úgyhogy lassan, megfontoltan szeretnék építkezni. Természetesen megfogalmazottak bennem is ilyen magasztos tervek, és megalkottam az 5B-s programot, amelyik úgy szól, hogy bana, bábolna, békesség, bizalom, boldogság. És akkor ezt még 2B-vel ki lehet egészíteni, hogy ezt biblikus alapon és buzgalommal tegyük. De hát ez így nagyon szépen hangzik. Az a kérdés, hogy hogyan tesszük meg a kis lépéseket e felé, a cél felé. Amit látok, hogy elsősorban most a békesség teremtésre van szükség. Vannak múltbeli sérelmek, sebek a gyülekezeten belül, a két település között, és a két egyházrész között is vannak feszültségek, ha nem mondanám, akkor is tudnának erről az emberek, úgyhogy békét kell teremteni mindkét településen, és aztán el kell kezdeni a hídverést a két egyházrész között. Mit tapasztalt, mekkora a hívek buzgalma ugye az istentiszteletekre járás tekintetében? Azt azért el kell mondjuk, hogy jelen pillanatban már nem tartanak nyilvános istentiszteleteket. Sajnos nem. Banán kisebb az érdeklődés, vagy a buzgóság, bábolnán nagyobb, de hát vannak rejtett tartalékok. És említettem, hogy
hogy itt a múltbeli sebeket be kell gyógyítani, le kell zárni a múltat, és hogyha minél többen ezt meg tudják tenni, akkor közösen tudunk előrelépni. Ide épp az általános iskolából érkezett erre az interjúra, ahol hittant tanít. Mekkora a gyülekezetnek az utánpótlása, hogy ilyen sportnyelven éljek? 1-től 8 osztályig 48 gyermeket oktathatok hétről hétre. Ez nekem is új feladat, mert az iskolai hitoktatást azt én kevésbé gyakoroltam, inkább a gyülekezetit. De hát az iskolai hitoktatással, vagy annak bejövetelével a gyülekezeti hitoktatás sajnos háttérbe szorult, úgyhogy ebben az új felállásban kell megtalálni azt a módot, ahogyan a gyermekeket majd közelebb lehet hozni a gyülekezethez, hogy aztán ők legyenek az utánpótlás. Egyelőre, mondom, ismerkedem velük is, a szülőkkel is, nyilván föl kell ébreszteni a bizalmat, és az a célom, hogy ne csak az iskolában találkozzam a gyermekekkel. De hát a járványhelyzet most azért sok mindent átír, felülír, úgyhogy a kapcsolattartásnak egyéb formáit kell megtalálni. Hogyha megenged néhány kérdést, vagy egy-két kérdést, személyes kérdést a családról, azt már említette, hogy egy lánya itt él Tatán. Igen, 27 éves Johanna lányom, és a közgazdasági tanulmányait hasznosítja. Márk fiam 24 éves, és ő is a közgazdasági tudományban próbál elmélyülni, de hát ő még az iskolapadot koptatja. Én elvált ember vagyok 2007 óta, és a volt feleségem Debrecenben él Márk fiammal. Úgyhogy én egyedül költöztem ide Banára és Bábolnára, és hát pillanatnyilag egyedül próbálom belakni a banai parókiát. Hogy tetszik a környék Bana és Bábolna? Bábolna különösen is, de Bana is egyébként azt hiszem, hogy gyorsan megszokható, egy rendezett kis település a Bana. Bábolna pedig hát lenyűgöz engem a maga szellőségével, most nem a szélerősségre gondolok, hanem ahogy az utcák, amilyen szélesek, hogy áttekinthető a település, rendezettek az épületek, tehát ebből a szempontból hamar otthon éreztem magam. Hosszú távra tervez? Hát ha már ilyen messziről eljöttem, akkor igen, mert ugye én már a szolgálatom ugye végén vagyok, nemrég múltam 22 ezer napos, hát ezt a kedves nézőkre bízom, hogy ezt számítsák át évekre, és hát a nyugdíjig van még egy pár évem, addig feltétlenül szeretnék itt maradni.